Hello, hello, köszöntünk itt újra mindenkit. Mi a helyzet, emberek? Visszatértünk ismételten Terráriával, és amúgy nem is baj, hogyha szétszered a házat, mert pont azt terveztük, hogy lehet, hogy le kéne mondani az egészet. Úgy, ahogy van. És mi lesz a klapanusiakkal, akik még itt laknak? Hát, elvileg nem mennek el, vagy majd, hogyha elmennek, akkor visszajönnek. Tehát amiket egyszer megszereztünk, azok megmaradnak. Ó, át lehet 3 goldot venni az adószedőtől. Köszönöm szépen. Amúgy rengeteg pénzünk van, én most leraktam 46 goldot. Ó, nice. Ládába. Felmetek már 2 platinánk is lehetne, csak össze kellene őket craftolni. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, aki itt van, köszönöm szépen Lalinak, Zsófinak, Bálintnak, Ricsinek a megosztásokat. Nagyon szépen köszönöm. igen, én azt a szép házat egyébként, amit elkezdtem, azért szeretném majd még itt fejleszteni tovább, hogy még szebb lehessen, ugye, fejleszteni? Ezt a házat? Hát ez fejleszteni? Ez még nincsen kész. Ó, hát ez pedig, ez maga a tökéletességnek tűnik. Szóval igen, azt terveztük, hogy jól lenne belekezdeni a harmódos dolgoknak a gyűjtögetésébe, elkezdeni a harmódot felkérelődni, stb. De hát hova pakoljuk a harmódos cuccokat? Szóval ezek én előtte megcsinálni a házat és a raktárt. És akkor mit mondtál, mire lenne neked szükséged? Agyagra? Clayre lenne nekem szükségem az építéshez, igen, tehát agyagra. Aztán én nagyon szeretnék egyébként aranyblokkokat, nem utónak hangzik, de hogy amúgy szeretnék aranyokat beletenni ebbe a házba, viszont aranyat nem generál a világunk, csak platinát, ami szerintem nem néz ki annyira jól építőanyagként. Úgyhogy... Hát, valamit csak ki tudunk helyette találni. Hát figyeljetek, emberek, már most az első kérésünk hozzátok. Lehet szerezni. Igen, például úgy, vagy esetleg a dzsungelbe, tudod, vannak azok az aranytéglás épületek, legalábbis régen voltak. Szóval, hogy az első kérésünk emberek hozzátok, ha van az embernek egy csomó platinája, át lehet konvertálni azt aranyjá valahogy? Nem volt erre valami eszköz, amivel át lehetett változtatni szerintem őket a másik biztos világban megfelelően? Valami rémlik, de nem tudom pontosan, hogy volt. Én akkor viszont elkezdem lebontani a házat, remélhetőleg nem mennek ki. Ha elmennek, hát így jártak. Én elmegyek a dzsungelbe, szerintem ott több clayt fogok találni. Ja. Mint itt ezen a világon. Igazából ott mádból van nagyon sok, de rád bízom. Szerintem clay is van, nem? Nem csak már. Mát. Vagy keverem a kettőt? Mindegy, meglátjuk. Jaj! Majd meglátjuk. Amúgy is a halóba akarok lenni. Halló! Hello, hello! Szia Gitta, köszi szépen a csillagokat! Ó, találtam neked is egy Blessed Apple-t! Hogyha esetleg szeretnél. Igen, az a mount, tudod, a unicornis mount. Ó! Oh, no, no thanks. Mi is volt nekem a... P-be lett, nem? A P-be, nekem is a P-rémlik. Nem az M... Nem az M-betű, mert ez a térkép. Mi volt a mount? Nek a M betűnek... J-L... Próbáld ki a hát, mint hátas. Hátas? A T? Nem. E. Nem jött el. A Q. Majd ha rájössz, R. R mint? R mint... Rainbow. Nem, nekem viszont másom van, nekem semmi rainbow nincsen. R mint... Robbog alattam a kis tyík. Nem jó, legyen. I'm fine with it. Úristen, döbbe gyorsult! Ez ám az igazi, versenylú. Szóval, hogy most szaunáztam. Kellemes szaunázást. Esőben. Ó, de szép itt a víz. Milyen nagyon szép ember? Ez a haló továbbra is. Igen, a talán a legjobban kinéző bájom. Jó, tudom, hogy nagyon csajos, de nagyon-nagyon aranyos. Csajos? Szép színes. Tegnap lehetett az első heti nyári gyakszipból, egy autószerelő műhelyben vagyok. 20 új káromkodást tanultam egy nap alatt. Na! Nagyon jó! Van haszna, nem mondjuk azt, hogy nincs. Megcsináltatok már a Torchcard nevű eventet? Megcsináltok, igen. De még mindig nem tudjuk, hogy olyan lehetne esetleg átváltani az aranyainkat. Szeretem lesz elég mély mint. Aranyainkat platin, vagy igen, platináinkat aranyjá. Jaj, ez egy gonosz unikorn is, nem a sajátom. Azt hittem, hogy a sajátom. Vedd szájba 3x-4-szer. Na, hogy az unikornisoknál is van valami rare drop, amit még nem unicorn horn, nem ez, hanem valami más. Biztos van. Ami nem is a Blessed Apple, és nem is a horna, hanem még valami. Igen, múltkor néztem pont a Wikipédiát az unikornisokkal kapcsolatosan, mert ugye azt raktam rá az index képre, és akkor már elolvastam. És van még egy dropja, amit nem szereztünk meg, és az is elég jó, valami fegyver. Igen. Vált, mint a patiát, leszálltam róla, akkor így diszpónol, eltűnik. R mint rohadt gyors állat. Nem bírom a dörplingeket.
Amúgy Ermint Ride valószínűleg. Ja, amúgy tényleg basszus, hogy erre nem gondoltunk. Ne idegesítsél. Én azért még hagytam, hogy... De tudtad egész végig. Nem, azért azt sem mondanám, de... Vártam, hogy mikor fogsz rájönni. Jaj, itt az izé Giant Tortoise, a Tini Ninja Technős! Tortoise! Jönnek ezek a tortoázok, már csak olyanok, olyan tortoise fejűek. Ezekből lehetett azt a tizét csinálni, nem? Azt nagyon tankos armor. Igen. Hát kérdés, hogy ez továbbra is ugyanolyan OP, ugye most hallottunk ilyen infokat, hogy a szárnyakat például durván nörfölték. Hát remélhetőleg... Hát remélem, hogy az még jó. A teknős páncélos ruha. Tortoise! Jaj, bocsánat, nem bírom. Felcseszett a pillanat. Csináltok a Rainbow Botot az Unicornisból. Nagyon jó kivilágításra. Köszi a tippet. Olyat mondjatok, amivel át tudjuk váltani a platináinkat aranyjá. Wow! Ó, a Dörpling, ezt én is utálom. Igen. Meg a Tortoise. Tortoise! De jó, még mi lett itt a házunkkal? Hát egy szintre lecsökkentettem. Na, de már építem is amúgy újra. Ha legyen akkor itt a közepe, ez nekem amúgy tetszik. Mermaid van-e a teráriában? Szerintem az nincs, de Bence biztos jobban tudja. Mermaid. Igen. Mint a csellő. Csellő, ha. Nem tudom, nem rémlik most így hirtelen. De nem hát, szeretem ezt a töplinket. Mikor játszottunk utána a teráriát, tehát hogy komolyabban, nagyon régen, szóval nem tudom megmondani nektek emberek. Azt írják, csak a Leafinget nörfölték, a többi szárnyat nem. A Leafing az... Mi csoda? Mármint nem Fing, hanem Wing. Az... melyik volt? Jó kérdés. Az nem az, ami a... Mi a fenéből készült? Tényleg nem tudom a szavakat. Merman van, tényleg Merman van. Ilyen magasról lesz a házakon. Az légyszárnya. Volt ott az a légyszárnya. Azt használtuk, nem? Annak idején. Lehet. Volt valamilyen legyes, vagy valami. Tényleg, rémlik. Szóval nagyon sok fajta ház, dizájn és stílus van, kb. Végtelen mindenki, ahogy építi. Tehát, hogy pláne most az update-re gondolom, még változatosabb anyagokból lehet építeni, még szebbeket és még jobbakat kihozni. Ez tök jó. És lehet, hogy mi is majd fogunk később rajta variálni, de most alapkezdőháznak én szerintem megépítem azt, amit mindig szoktam, fából, kőből, és esetleg, hogyha rájövünk az aranyokra, akkor még aranyokkal kicsit dekorálom. De hogy, ja, most... Már ismerjük a kezdőházaidat. Jó, igen. De most tényleg nekem a kezdőház lesz, mert tudom, hogy ezt nagyon-nagyon ki lehet csicsázni, nagyon-nagyon szépre meg lehet csinálni, de én most nem fogom egyáltalán. Most maradok annál, ami bevált. Kicsit sajnálok, de nem akarok egész streamben ezzel foglalkozni, mert annyi, tehát most kezdődött el a hard mod, annyi mindent lehet csinálni, hogy ez csak az egyszerűen kell. Megint itt vannak a hülye dörplingek. Tortoise! Jaj, bocsánat. Az még nincsen. Ott vannak a cuccaim, köszönöm. Ja, és skeletronozni is akarok egyébként, igen, azt látom, hogy írtátok, az is lesz. Amúgy lehet még pont ebben a szín, hogyha ezzel befejezzük, én egy ilyen fél órát mondok házépítésre, vagy max egy órát, de utána pedig skeletron. Dungeon, meg minden egyéb. Mennyi életem van? 12. Létszi, ne bántsál, és hadd éljem túl, nagyon örülnék neki, hogyha nem lenne semmi bajom. Ki szereti a tortoázokat? Leafinget a Witch Doctortól lehet venni egy platináért este a dzsungelben. Kitől lehet venni? Witch Doctor. Azt írják. Unicorn Kite az új drop. Micsoda érdekességeket írtak még nekünk. És annak a nem, hogy Unicorn a stick. Kicsit hílelődnöm kellene, mert... Lehet krétekből aranyat nyitni. Na jó, de most annyi aranyat, amennyit én ebben akarok használni, ennyit ki krétekből kinyitni pusztán dekorációnak, hát azért csak nem. Gyűjtsetek, hát azért az elég durva lenne, igen. Szétet, és akkor az excavatorra át tudjátok alakítani ércé. Esély van arra, hogy kaptok aranyat, de megint csak esély az aranyra, ezek jó, köszönjük szépen amúgy ezeket is, ezek is segítségek, csak azt hittem, hogy meg lehet csinálni, hogy akkor teljesen átalakítom az összes platináimat, vagy valami ilyesmi. Jó, viszont nem baj, akkor az lesz, hogy megnézem a platina azt, hogyan néz ki dekorációnak. Találtam egy strange plantet. Ez szomorú. Azért egy goldot kapunk, nem?
Jaj, a Tini ninja teknős! Wah! Támadnak, kemények. Jó, mennyi jön? Úristen! Három darab Tini ninja teknős ugrik nekem. Azért ez már kicsit túlzás, kérem szépen. Uj, 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 uj! Ez a bagoly még mindig itt van, menj innen bagoly, bám! Wah! Ne gyere teknős, ne, 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 ne! Nem bírom őket. Andi és a tortoázok harca. Szerintem... Hát most amúgy az megy. Bagoly, ugye? Én meg itt a bagyokkal vagyok. Hát mindenkinek megvannak a... Ó, meghaltál a giant tortoáztal. Az utolsó ölt meg, érted? Kettőt leharcoltam. Hát... Előfordul az ilyen sajnos. Ezek nagyon erősek. Hát most már a teáriát kevés ember szereti. Úgyhogy egyértelmű, hogy a tegnapi Minecraft streamen, ahol én éjfélkor kezdődött többen voltak. Ettől függetlenül mi szeretjük a játékot, úgyhogy játszunk vele, meg örülünk annak, hogy akik itt vannak, azoknak tetszik. Abszolút, igen. Meg most nem attól fogunk más játékokkal játszani, most éppen populárisabb, népszerűbb és több ember nézi, hanem annak úgy sem értelme. Na, elkészítem ezeket a platinákat. Amúgy annyira ez sem csúnya. De azt sem mondanám, hogy annyira nagyon szép. Inkább olyan, mint hogyha hó lenne. Ez zavar engem. Leginkább, hogy ez... Hát köszi platinum blokk. Nem nyerted el a tetszésem. Shit. Sötét van? Mitől van ilyen sötét ebben a játékban? Mindig ilyen sötét volt esténként? Szerintem igen. Nem is látok. Most ki kell itt világítani, mert... Amúgy tudunk aludni, állapot. Ha gondolod. Megyek vissza az utcaimért. Aztán elkenem a teknősök száját. Jó, nem maradtatok le semmiről, nemrég kezdtük a streamet. Meg vissza is nézhető, szóval. Bence eddig elkezdett építkezni, én meg ölöm a mobokat, hát ha esetleg megkapom az unikornis fegyvert, vagy a teknősöknek a páncélját. Mind a kettő elég jó drop. Most hát ilyenkor nálam pillanatra elmennek a képek, ha egy pillanatra is kigattintok a játékból, csak visszagörgetni a csetet, akkor valamiért egy másodpercre elmegy a kép, de... De talán nem annyira vészes. Nos, hát... Akkor viszont, miből legyenek a... Mitől lehet venni esetleg aranyat, vagy ilyesmi? Ami nagyon fura fairy-kkel találkoztam, ilyeneket még nem láttam, Bence. Hmm. Ilyen zöld pici fairy-k. Hogy készítek addig más blokkból. És nem voltak annyira agresszívak. Mennyi clay-t szereztél egyébként azóta? Még semmennyit. Hmm. De azon vagyok. Viszont ez 1.4-es dolognak tűnt, azért gondoltam, hogy hát ha érdekel. Nem csak. Mint hogyha repülő szigeteken és gold blikből lennének a dolgok, nem? Menjünk föl lebegő szigetet keresni? Mhm. Amúgy én abban benne lennék, meg az királynak hangzik. Meg lehet próbálni. Hangzik. Abszolút. Csak hát oda, hogy építkezünk úgy föl? Hát mondjuk itt a ház, úgy is majd akarok egy feljárót ide. Csak akkor az legyen esztétikus. Ja. Nagyon sötét most ez az este, nincsen hold, vagy mi van? Lehet, hogy tényleg új hold van, vagy valami ilyesmi, és akkor emiatt ennyire sötét. Simán lehet. Ott ennyire sötét lenni egy este. Hm. Ja, alig látszódik. Konkrétan nem is látszik, hogy milyen biomban vagyok. Ki most szépen mindenhova kivilágítok. Én nem szeretem a teret, most már elkezdtem nézni, látok és megszerettem, na az király. Na örülünk neki, na például ilyeneket, hogyha nem is olyan sok ember, hogyha egy párral megkedveltetjük a játékot, kedvet adunk már hozzá, szerintem akkor már megértél. Meg hát tudom, aki sokan kérték, tehát azért, mi sem azért kezdtük csak, mert most éppen megjött hozzá kedvünk, hanem mert nagyon-nagyon sokan írták, hogy... Mondjuk olyan sokan talán nincsenek itt, mint amilyen sokan írták, hogy mi cool lesz Terraria, amikor kijön ugye a ját, ilyen ez az 1.4-es update, de nem baj, ezért vannak. Köszönjük Kisztinek is a megosztást, és köszi Simonnak a harmadik hónapi támogatást. Nos, hát well. Én inkább most hazamegyek.
Tini nincs a harci technőcök. Igen, támognak. Na, hova pakoljak? Hát ahol még félsz, de mindjárt megcsinálom itt fent a ládákat, és nem akkor... Nem félek soha. És akkor az úgy talán egy kicsivel jobb lesz. Ott van a sok gold. Hát de hol a sok gold? Nekem 3 goldom van összesen. Szerintem az pénzre gondolsz, nem? Nekem viszont nem az kell, hanem építő anyag gold, abból szeretnék építeni. Pénzből nem lehet. Itt fönt építkezel? Aha, de tudod mit? Tessék. Ajándék. Ja, várjál. Nem tudom odaadni. Én csinálok egy nagyon csúnya tornyot ide fentre. Tessék. Köszönöm. És ez jobb szerinted, mint amit én összegyűjtöttem? Szerintem menőbb. Menőbb az unikorn is, de nem az a lényeg, hanem hogy gyorsabb-e. Elég gyors. Be tudsz sprintelni egy idő után. Na. Összehasonlítom az árát az én mountomnak, meg a te mountomnak, és amit a kereskedők többnek mondanak, ezt fogom használni. Hát biztos, hogy ez ennyi értékesebb. Köszönöm Jenny a csillagokat. Mikor reggel megláttam, hogy nem adtam éjfél Minecraft-tól, szóval is bántam, hogy aludtam, pedig szeretek aludni, de ezt is nagyon vártam miattatok, nekem is megjött a kedvem, és a páromat is fűzöm bele, jó játékot, köszi szépen! Remélhetőleg sikerül, és akkor tudtok együtt játszani, egyébként együtt szerintem a legjobb. Ja. Ezeket a játékokat. Na. Van egy kis klé. Az a helyzet, Anni. Nem ez már. Hogy néz ki akkor a klépence? Keverem akkor. Nem akarsz esetleg ott fent egy platformot elindítani, és akkor úgy... Old. De, hogyha szeretnéd, akkor csinálom akkor azt. Csak akkor, hogy lesz így neked kléjed? Hát majd itt van, megvan egy csomó. Mennyire lenne szükséged? Pont ugyanannyiba kerülnek az állataink, Andi. Pontosan ugyanannyiba kerülnek. Tehát, hogy nincs különbség a kettő között állban. Akkor melyik a menők? Akkor már csak menőség neked szempontjából lehet. Akkor én használom a másikat, mert te használtad a unicornist, úgyhogy bocs. De két unicornisunk van így. De nem akarom, hogy nekem elég csak egy unicornis. Jó. Ünnep pronto. Még felépítek platformot. Mennyi klére lenne szükséged? Hát egy... Én építek platformot, csak... 2-300. Még... 2-300, hogy... Annyi viszont itt nem lesz. Jó, de várj, ott még talán lent van. Ebből valamennyi dört is sajnos, ahogy látom. 124. Ah, itt is van még. Hogyha jól látom, ez is clay. A csodás ház fölött van egy csomó clay. Letkes hápiák. Tudom, hova kell építeni. Vagy dörtet is szedek jócskán. Szereted a HP-eket? Egyszarvú menő, még azt írják a többiek is. Jó, az mindig azt írják a... Jaj! Köszönöm Gyula a megosztás! Megtaláltam a Wyvern-t, vagy Wyvern-t. Ebben a játékban. Jó. Ez elég veszélyes. Leesett egy nyúl! Oké. Okay. Szegény. Ez a pokolig zuhan most, nyúl. Igen. Hát itt a bánya lejáratunknál lezuhant egy nyúl. Kicsit sajnálom, nem lehetett túlzottan kellemes neki a földet érés. Ha már földet ért, lehet még nem ért földet. Szerintem azokra nem halt a fall damage. Nyúlra? Az sokkal gyorsabb. Na jó, de az enyém meg kisebb helyen elfér, és ráadásul még jó sokat sebez is. Nézd a mini kínai sárkány. Ecca, ú, köszönöm szépen, Jani! A csillagokat. Milyen csúnya ház, az a legszebb ház, amit építettem. A terrájában. Valaki leszólta a házad? Még ilyet. De. Az a valaki, az mindjárt nézem. Zoli volt, jóban. Van? Jóban. Hát Zoli, tudod mi lesz ebből? Legközelebb biztos nem veszlek vissza a kodba. Szedtem neked 345 darab klét. Mit szólsz hozzá? Ez tök jó, az tök jó, azt el fogom használgatni egy pillanat alatt. Jó, lerakom a... melyik ládába, ebbe letom?
Quick stack, nem tudom stackelni. Fél dörtöt szerintem kidobom, 999 dörtöt, úgyis van még bőven. Jó? Jó. Úgyhogy a blokkos ládába, az aranyládába megtalálod. Ugyanakkor ők mind a ketten is ugyanannyit sebeznek, azt írja Gábor. Chicken nuggetet kaptam. What? Chicken shit. Igen. Megvan az első repülősziget, oh yeah. Oh, itt is egy chicken nugget. Megyek akkor fel. Mi ez a rengeteg gold, ami ide leesett? Hát a Wyvernből. Ja, megölted? Yep. Kárpia, feather is volt. De hát ez mi ez? És te csak itt izé? Soundplate block. Jaj, várjátok így is menni. Ja, teljes. Hát ezek régen még aranyok voltak, most meg már más. Régi játékos vagyok én ehhez. Meleg van Bálint. Mi lehet nekem is balra kell menni. Lebontjuk megnézem a házat. Arra, na, mi volt ebben a ládában? Néztem a chatet, hogy nem vettem észre ezt a hárpiát. Egy Star Fury, az elég jó. Hol találtál te lebegő szigetet, Bence? Hát jobbra elmentem. Hát én eljöttem a platform végéig, és nem látom. Na, ebből meg te nagyobb fogjátszol, vagy? Nem. Én leugrottam. És úgy lehet. Ja. Ja, hogy nem ebben a magasságban. Ah, megvan, aha. Jaj. Tök jók amúgy ezek a lebegő szigetek, én annyira bírom őket. Nem lehet amúgy felhőblokkból csinálni valamit? De lehet, hogy meg lehetne nézni, hogy lehetem. Az tök menő lenne. Jaj, csak le ne essek innen, kérlek, le ne essek. Szedek felhőblokkokat. Arra rá lehet esni, nem? Hogy az nem olyan, mint a Minecraftban. Hogyha felhőblokkra esel, akkor nem sebződsz. Nem volt ilyen. Próbáljam. Vagy más játék, arra emlékszem. Hát figyelj, most kipróbáljuk. Na, erre nem sebződök. Nem voltam ma kint annyi sokat, hogy tudjam milyen idő van. Sajnos. Gondolom esős. Nem hiszem, hogy sokat változott. Szerencsétlen villagereinket így kilettek paterolva, így a semmibe sitálnak. Ez mi ez a... Ja, kiszedted a házat innen? Ó. Mi a házat? Bence. Ja, igen. A chicken nugget az kincsi. Ja, mert azt néztem, hogy jó, ez ilyen kékesen néz ki, ez a blokk, de hogyha csak egyet teszek le magában, akkor meg mint harany blokk lenne, sőt kettőt is. Úgyhogy ebből építkezek ide. Jaj, ne ízéljen, ne folyjon. Jött a Vivon. Valahogy így jól kinézve, vagy nem tudom. Ez több armor kellene. Ez hogy ölted meg, Bence? Hát, nem tudom. Azt álltam a minion idézőimet hozzá. Ó, hogy ez... Ja, nem jön ideig. Jaj ne! I'm dead! Ennek csak a sarkai szépek. 2000-et kérdőztem. Wow! Ez lejött ide hozzám. Hol látom, hogy hol haltam meg? Ó, oké. Meg hót. Vanilla Minecraftban nincsenek felhőblokkok. Ja, modosra gondoltam egyértelműen. Jaj, nem tudom összeszedni a... GG, köszönöm. Örülök, hogy értékelitek azt, hogy ilyen nagyot estem. Most már tényleg szóval... pakoljuk le ezeket, mert már nem bírok. Jó, mégsem jó lett ez az arany. Mert? Fizetős játék természetesen. Mert ha teszek mellé blokkot, akkor sajnos megváltozik a textúrája. És akkor már nem olyan szép arany magában. Yeah, nem annyira tetszik ez a tény. Ez mi? Peach? Leesett egy baracka fáról. Igen, az nálam is van egy olyan, ennek mint grapefruiton van. Hát növeli a teljesítményedet. Vagyis hát a statisztikáidat egy kicsi ideig. Teljesítménynövelő. A teljesítménynövelő barack.
Kaptam egy giant tollat, abból jó szárnyat lehet csinálni. Ó, tényleg kaptál egy giant tollat? Na, akkor az egy szárny például, hát ez tök jó. Igen. Earth banner. Valóban. Fenére kaptam ilyet. Több is van belőle, Ricsi. Nem boss. Nem számít. Ilyet, ilyen mini bossnak talán, de mivel nincsen boss bárja, még annak sem mondható úgy talán. Hmm. Meg vagyunk, Adrián, köszi a kérdést. Ja, 10 euró a játék, szóval abszolút nem drága, 3000 forint. Annyit bőven megér. Több száz órát bele lehet tolni egyébként is. Én már régi motoros vagyok. Igen, hogy nem játszottam valószínűleg annyit Terrariával, mint a legtöbben szoktak. De én még ugye akkor kezdtem, amikor még nem töltődött az embernek a HP-ja, amikor még kb. A legerősebb mob egy skeleton volt. Szóval... ja, tök régen játszok, vagy csak nem olyan sokat valószínűleg, mint hogy mások. Lehetett csinálni a HP a Fedorból a guide-ot, kéne megkérdezni. Ja, meg kell kérdezni tőle is aztán. Amúgy hol van a guide? Jaj, most ilyen kis káosz van amúgy teljesen. Nem ide raktad? Ja, nem. Hogy legyen vajon ennek a padlója? Csak ilyen, be van, csak ilyen fehér vivőn van. Guide-unk amúgy? Ja, itt van. Maxwell a neve. Érdekes. Kell kapning, és akkor odaadom neki ezt. Ja, a solo flight kell hozzá. Azt nem az izé dobja, amit Trilambia-ba lehet elkészíteni. Akkor ez még nekünk nem elérhető jelenleg, sajnos. Ha jól veszem ki, mert se solo flightunk nincsen, semmi Trilambia-unk, ugye? Uh-huh. Hát igen, ezért kell kezdeni aztán farmolgatni ugye az új tolkat, amik így bejöttek ebben a hármódban. Mi az az ugráló sejhaj Bence mögött? Az egy szív. Amúgy tényleg úgy néz ki, mint egy sejhaj. Inkább hasonlít, igen. Ki is veszem innen, mert nem, világítani nem világít sokat, viszont hülyén néz ki. Most, hogy mondjátok, inkább eladom. Egy goldot ért. Hívhatnád sekszörnynek. És adhatnak olyan hangot, mint amilyet most te kiadtál. Kitörölöm ezzel a sejhajjal. Amúgy van puki párna. A Terráriában? A Terráriában, igen. Hogy legyen ennek a... Hello, üdvözlök mindenkit, aki most jött. Jaj, már megint itt jönnek a hárpiák. Ó, megvan, hogy olyan csinálom. Jó. Mindjárt összeállítjuk a dizájnt, így a fejemben elkezdem... Ó, ilyen hárpia darabkák így hullanak le rám. Fúj, de gusztustalan volt. Igen. Hát lehet neked is lesz nagy tollad. Aztán tollas lehetsz. Úgy nehéz ezektől bármit is csinálni. Mennyien jönnek most? Ide is kéne olyan torcsod, amivel tudnánk a spanolásukat lejjebb venni. Hmm. 230 platform csak elég lesz. Találjunk még valami érdekeset. Vaj, mennyit izé, hárpia. Ezek amúgy nem így néztek ki, vagy de? Sokkal aranyosabbnak tűnnek. Amúgy tényleg, én is azt néztem fent, hogy valamit változtattak az arcukon. Nem? Ez ennek az arca aranyosabb lett, egy kicsivel. Köszönöm a support creeper a megosztást. Na, ez a bolondok arany, amit én most csinálok, tehát gyakorlatilag olyan, mintha rézzel dekorálnám. Mintha arany lenne a házunk, de amúgy rohadtul nem az. Ez csak ilyen kis megtévesztés benne. Ja, hogy Bence... Ja, te Bence megölt egy bűvönt, akkor van solo flightunk, akkor tudunk csinálni szárnyat, majd ha lesz mitril furnace-ünk, vagy nem furnace-kátor. Bocsánat? Hát ez ilyen csúróknak az aranya. Aha. Nekünk jó is lesz. Érdekes. Dekoráció, mindegy. Jaj, nem így akartam lerakni, de mindegy. És akkor hát igazából a kulcs fontosság ebben az egész házban, meg úgy mindenben a crafting stationnek az elhelyezése. Ez nekem egy potion kellene, én ezt nem tudom legyűrni. Vagy több élet, vagy nem tudom, de... felét levittem az életének, már ő is úgy megöl, hogy... Aztán egyébként a minionos idéző dolgot, amit adtam? Ez nagyon jó cucc. A Nimbus rodot? Aha. Ja, igen. Jön, tessék, itt van. Változtatok a hárpiák, jó, akkor nem csak mi vettük észre. Aranyosabb fejük lett. Azért, mert ezek rondák voltak, úgy emlékszem. Hú, nagyon csúnyák rájuk néztem, és kicsit el is okkáltam magamat mindig.
miért nem csinálsz egy keretet a padlónak? Mert akkor az egész aranyból lenne, és az meg már túlzás egy kicsit, nem? Szeretek. Tehát igazából csak az aranyokat is csak azért találtam ki, hogy hát, ha ez egy picit változatosabban lehetne tolni a dizájnt. Nem volt egyébként rossz. Köszi Tibi a tippet, bár ez is olyan, hogy elolvastam, de valószínűleg el fogom felejteni sajnos. Gyűjtünk 15 light és night soul-t, akkor kulcsot lehet csinálni. Üres ládába berakni, és akkor mi lesz belőle? Ami ilyesmi. Csak vagy közben itt harcolok. Na. Jó? Jó? Ja, nem. Mimiket lehet vele kikerülni. Crafting stationek elhelyez, és ezek közé kell így praktikusan elhelyezni a ládákat is, hogy minden is alkalom, amikor craftingra kerül a sor. Igen, life kristály kéne. Ez egyszerű és könnyű legyen. Azok a lehet, hogy amúgy a... Lehet, hogy az a potion kéne, ami random bánya helyre teleportál, és akkor nekem life kristályokat kéne keresni, mert nagyon kevés életem van. Mondjuk hozzád az igaz, képest. Ez igaz. Még egyszer visszamegyek ahhoz a szigethez. Van olyan NPC, aki egyébként a szigeteken akar élni? Miért lenne hülyeség, Gábor? Mi úgy győztük le régen. Nem, nem mond dzsangos játék. Mi ez a Skype platform, az tök hasznos. Majd bosszokhoz is később. Én akkor szerintem megyek és próbálok szerezni magamnak életet. Jó. Hát a sikerül. Melyik potion kellett, ami random eltelepül, nem a wormhole, a... Jaj, nem csatlakoztunk partival. Ja, tényleg. Ez a teleportation potion, ugye? Teleportszó random location. Kettő darabunk van, az nem túl sok. Hát ez amúgy tele nem sok, de mondjuk azt hiszem, az könnyebben lehetett készíteni. És elrakott egy olyan helyre, ahol már jártunk. Közjáték. Ja. Hát egy, használj még egyet. Nem olyan nagy csúcs. Na, ez már jobban néz ki. Aha, itt még nem voltam, viszont jó sötét van. Ez egy haló. Jaj! Ne! Mi a fene, ne! Ne! Mi történik? Nem akartam ide jönni. Ne, óriás kukac. Leginkább óriás kukac. Meg minden. Solo flight, oh. Thanks. I take it. Amúgy azok is nagyon hasznosak lesznek, és egy csomót kell sajnos, egy csomót kell belőlük farmolni, pedig nem akartuk. Na még erre a live-ra is egy kicsi, meg tudod nézni, hogy mikor van a támogatói határidő, vagy hogy mikor vonja le? Mármint ezeket a hetes szériákat? Azt nem tudom. Megölt a nagy kukat. Azt nem tudom sajnos, szerintem, hogyha ugyanarra gondolunk, Dani, de amúgy köszönöm szépen. Csillagokat ismételten, illetve Dani, hogyha még esetleg itt vagy. Felvetettük esetleg a lehetőséget, hogy nem szeretnél-e Discordra jönni. És attól függően, hogy mennyi időd van, mi akár nagyon szívesen annak moderátort is. Csak hát ez nyilván olyan dolog, hogy egy feladat, mégiscsak. És senkire sem szeretnénk ráerőltetni, de hogyha van kedved és fel tudsz jönni Discordra, az tök jó lenne. Azt írják, Bence. Igen? Nem akarok elmondani, de hogy a Moonlord most már át tud támadni a falakon. Ó, ez remek! Majd akkor valami más módszert találunk akkor a kinyitfantására. Ez a diszkó, ez nagyon csúnya. Itt kellene vagy lemennem. Nagyon. Na jó, legyenek akkor ilyenek pénzes láda, meg különleges láda, meg sima láda. Wow! Wow, összezavartak, nem jó? Ennyi izért. Látom ezeket a hangokat. Hát,
Tudod milyen... Lesz persze, Ádám, miért ne lenne? Szubnajotika? Nem. Pörkivel stream. Ja? Azt hittem szubnajotika. Szubnajotika. De másik láda arany lesz. Hoppszám. Jó világ. Tényleg legalább, amúgy ezért is jó, mert nem csak dekorációnak, hanem legalább így külön tudjuk szenni, hogy mit, hol tárolunk. Ezek a ezek kaktuszok, ezek amúgy kemények lettek. Azok nagyon durvák voltak eddig is. Annyira nem tetszik itt. Jaj, kikattintottam. Nagyon jó, hatásszünet. Én egy fákjám. Így jöttem el bányászni, nincs olyan fákjám. De tudok készíteni, nem? Van nálam slime gia. Ágolj, hogy kerülsz te ide, puff! Jó, jó. Andi, te ilyen harmódba tolod szerintem, nem? Hát a harmódba vagyunk már, nem? Jas, tényleg amúgy lol. Bágol az egyik, vicces. Hát most próbálok visszamenni a cuccaimért, ahol meghaltam, de igen egyébként. Ez ilyen haló és egyszerre... Haló? Hogy hívják? Desert. Sivatag. Szóval nem túl kellemes. Oh no. Amit fogad... Ajajajaj, mi a fene? Ne, túl sokan vagytok, ne. És már itt ilyen durva zene is szól. Hello. Gúlok vannak itt, meg mindenféle szépsége. Bezzeg, szív nincsen nekem. Legyen életem. Ne bánts, léci gúl. Ó, ez meg a sima gúl, ez nem a... A nehéz gúl. Nehéz harcos. Tényleg már ilyen lehet esetleg ilyen táblákat készíteni a ládákra, hogy... Nem mert tudja anélkül is, hogy belenéz, hogy... Mit tudom én. Nem néz bele, de... Ancient Cloth. Mondjuk rajta van a ládán. Az is kellett valamire, nem? Vagy rosszul emlékszem, Bence? Tessék? Ancient Cloth az kellett valamire. Aha. Valami, talán valami ruhához, de most ez így fejből nincs meg. Na, ennek ezt örömmel halljuk, Dani. Nem tudom még, Martin. Majd a DC nevet esetleg, hogyha meg tudnád írni, és akkor... Akkor legalább nem tudom, visszaigazoljuk egymást, ilyesmi. Para ez a sok minden, ami itt van. Jaj! Ezeket a skorpiókat utálom a legjobban. Rájöttem. Le tud már? Nem. Ja, még itt van valami blokk. Na jó, a raktárunk azt hiszem megvan. Ezennel is hivatalosan. Sőt, csak fel kell tölteni dolgokkal. Jövőtök közben. Ez az! Végre a kaktuszt fel tudtam használni, úgyhogy ne engem sebezze, hanem valaki más. Nice! Így már annyira nem volt rossz. És viszont érhet kellemetlen meglepetés, hogyha valaki beindítja ott azt a másik kaktuszt. Ne, megint már itt van a óriás kukat! És a kaktuszok. Ez annyira jó ez a sztori. Ez audiovizuális könyv, vagy valós szokott fogalmazni. Hát most nálam itt amúgy izé van. Halál. Hallal. Végtelen már mennyiségben. Meg. Egy csomó mindent itt hagyok. Azt veszem észre. Az is kellett valami crafthoz, erre is emlékszem. De szíveket továbbra se találok, ez itt a legszomorúbb. Ne, hallom, hogy jön. Ne. Meghalt. Ne, már megint a nagy kukac! Hagyjál élni! Bocsánat, Bence, hogy itt kiabálok neked. Megint jön! Megint jön! Alig van életem! Ezek nem bírom! Ezek a annyira nem vagy jóban. Továbbra sem. Mondd is a kukacok, nálam is csak én írtak. Na, ez egy... Na, akármennyire is azt mondtam, hogy én csak egy kezdő házat akarok építeni, ez most egy olyan házdizájn lesz, amit én még nem csináltam. Egyszer sem, szóval... Érdekes.
1, 2, 3, 4. Igazából. Nem csak, de ez jó, jó lesz. Várjál, most akkor viszek magammal a fákját. Csak, hogy jó legyen. Jó! Jó! Elmész a csodás Rainbow House-hoz, akkor amelyik NPC-től tudok venni pylont. Köszi! Menjünk el a hard mode dungeonbe, szerezzétek meg a Kraken jójót, harmadik legjobb a játékban. Hát majd biztos erre is sor fog kerülni. Most egyenlőre azt szeretnénk csinálni, amiben belekezdtünk. Ó, majd a csevegőbe szerintem csak simán írd be, hogy, Dani vagy, és akkor úgy szerintem. Én nem vagyok Dani, de ha beírom, akkor Dani leszek. Jaj, nem úgy gondolta. Bocsi. Ja, amúgy Bence az most itt nagyon éli az építkezést. Én ezekben nagyon bele tudok merülni, és nem is akartam egyébként ennyire durván. Jó, lehet, hogy nem is fogom befejezni, csak így a raktár részét. Nem tudunk aludni egyet, ami nagyon sötét van. Én slime gelt keresek, de nem találok sehol. Hát pedig rohadt sokunk van szerintem. Ja, nálam vannak. Oh. Érsz a slime géljeimből? Ja, kellene. Gyere ide, kislány, adok neked. Nem vagyok kislány. Ajajaj. Hogy is lehetett megfelezni? Ja, így. Tessék. Pofán vágtalak vele. Fel tudtam venni? I guess. Nem tudom. Miért nem tudok akkor készíteni? Ja, van 323. Ja, nincs fáj, ne tudom. Én nem bírom már ezt a testét. Ott az ágy. Hova raktad? Ez. Ami mitől van ilyen retek? Szél van? Vagy mi? A bagoly neki szállt a fal, az is. De úristen, milyen gyorsak a felhők! Nem csak, hogy szél van. A bagyók neki szálldostak a falnak. Haha, olyan magas épített, hogy a bagyók ne tudjanak felszállni, rohadjanak meg, bam! De amúgy most nappal van, vagy este? Most nappal lesz. Na, igen? Már nappal is van. Én nekem jó is volt ennyi alvás, ja. Jó, oké. Okay. A felhők nagyon durván tolták most, ja. Mondjuk le kellett volna, hogy pakoljon, megeszem ezt a szép ízét, barackot, hát a segít. Baback. Balack. Nem tudom, Gyula, beszéltünk róla, hogy ha lesz kedvünk, lehet majd még streamelünk, lehet nem, nem tudjuk. Azért is mondtam az előbb, hogy még nem lehet tudni, hogy alakul a dolog. De igen, én nem akarunk semmit venni, azért most már lassan a 6. órában vagyok. Hmm. És azért az ember el tud fáradni. Jött egy Traveling Merchant, Abraham. Ja, ja, ja. Oh. Épében. Hát igen. Ó, nem hoztam fát. Ó, Istenem, de hülye vagyok. Akkor még talán most föl tudok menni. Sőt, vissza is teleportálok. Jó. Elnézést mindenkitől. Bevallom, ez itt már túlzás egy kicsit. Állam. Ez a hülye madár, ami azt mondja, hogy vujcsik, vujcsik. Nagyon idegesít. Nem szereted a fújcsik madarat? A fújcsik madarakat nem bírom, nem jövök ki velük jól. Nem ezt mondják. Most az egyik kis röhögött. Kösz, madár. Fújcsik, 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 fújcsik. Amúgy tényleg idegesítő, de eddig nem tűnt föl. Köszönöm, hogy szóltál. Nagyon le kellett volna pakolnom, mert még akkor azt megcsinálom, mert így semmit nem tudok magamhoz venni. Várjál, itt a malacom! Na, így már egy kicsit jobb a szituáció. Most mindent belehányok, csak hogy jó legyen. Hány bele a malacodba mindent, az jó. Mert nekem is javasolták, hogy malacot én nem akarok belehányni. Mondom, hát nem tudom, bele akarok-e hányni malacba. Igazából tök jól néz ki ez a másikból, nem is tudom, miért nem úgy csináltam meg. Édesem, nem véletlen mentem én izé média dizájnra. Néha vannak dolgok, amikkel végtelenség el tudok pepecselni. Na, 1, 2, 3, 4. Na, 4, oké. Okay. Végül is legalább szimmetrikus. Na, remélem, biztosan szerezni a cuccaimat. Kívánjatok sok-sok szerencsét!
kelleni fog. Ez az arany, ez csak akkor jó, hogyha az ember nem viszi túlzásba. Hát általában a dolgok így vannak. Erre az arany lesz különösen igaz. Wow! Azt a vulcsik madarat kussoltassuk már el, mert fejbe vágom. Szerencsére én már lent nem hallom. Tudom, hogy hagytam ott pénzt, de most azért nem mennék oda, hogyha nem baj. Amúgy ezek a kaktuszok, ezek újra termelődnek? Olyanok, mint hogyha valami mobok szerintem lennének? Igen, valami olyasmi történik itt a háttérben. Újra mi van? Nagyon kísérteti, hogy zene szólt. Semmi. Köszíteni ismételten. Jó, hát igyekszek megjegyezni. Wow. Ne bánts. Ne, megint itt a kukac! Utálom. Egyébként már egész jó. Ne! Köszi Gábor a tippet. És egyelőre már lassan pénzem sincs, annyit elveszik. Oh. Oh no. Gyere malac! És miért itt lepked? Gyere velem! Amelyszt oda trepked, ahová leteszed, nem? Igen. Ez valami halál firegje. Mi? Ami jön, az a nagy izé. Ja. Kukat. Én már csak úgy hívom. Borzasztó. Halál rá! Halál a féregre. Legalább a cuccainkat nem veszítjük el, amúgy az lenne nagyon idegesítő, hogyha abból is veszítenénk, mint a Stardew Valley-be. Halálkorra. Jó, tudom, beállítás függő, de... Ja. Oh. Azt most nagyon nem bírnám. Ah, ez mi? Bomba. Oh. Nice. Mi az? Nem én. Sem annyira nice. Megnézem, mi van erre. Hát ha van szív, de nincs szív, szívtelen a játék velem. Szia Miki, üdvözöllek! Köszönöm szépen a csillagokat. Aha! Pont lemaradtál, múlt héten volt adománygyűjtős hetünk. Emlékszem, hogy te kérdezted, hogy mikor lesz. Múlt hét hétvégén volt. Ebből rész lesz, egyébként ismered a játékot, a rész ismerem, igen. Pont most játszottam a kettővel. PlayStation-on. Na, a végre legalább egy kevéske gold visszajött. Ne! Ne! Jó, ez nem olyan nagy kukac, oké? Ez már jó. Tulajdonképpen tényleg csak a kukacokról szól szerintem a streamet. Jó, ez nem olyan nagy kukac. Ó, ez már kicsit nagyobb kukac. Megjött a nagy kukac! Itt van a nagy kukac. Ez a kis kukac. Jön a nagy kukac, jön a kis kukac. Utálom őket, de tényleg. Ki ezeket kitalálta, az legnagyobb szemét volt. Ezeket az óriás kukacokat. Várj, most már is látom azt a halálpontomat. Ójjaj. Pedig jó. Ott nagyon sok goldot maradt. Legalább 3. Hűha. Azért vegyek vissza, igen. Köszönöm szépen, Miki, a 3000 csillagot. Tehát teljesen meg vagy húzatva. 3000? Jézus! Nem, köszönöm. Ez komoly. Bence, ha neked a kutyán kívül melyik állat tetszik nagyon? Valóságban? A körény. Az nagyon tetszik. Ezeket nagyon szeretem. Hát okos állatok amúgy. Nos, viszont akkor... Olyan, mint el fog menni a kép. Lehet, hogy amúgy én végeztem az alsó színnek a megcsinálásával, most már csak be kéne pakolni. De az is lehet, hogy most ez annyira nem ragaszkodunk, hanem akkor elkezdjük a harmadot csinálni úgy, ahogy egyébként terveztük. Most már legalább van hely pakolni. Szóval... Az a baj, nekem még továbbra sincsen se cuccom, se... Elmegyünk Andi a izébe, a Skeletron legyőzzük, annyi szíved lesz ott, hogy ez nem igaz, tele van. Skeletronnál? Aha. Tényleg?
Igen. És akkor értelem, nem tudom, ez melyik. De hát ha ami a dungeon-nél van. Ja. És ezt már meg tudjuk csinálni? Hát előbb kellett volna, mint a Wall of Flash-t. Ja, oké. Akkor... nem kérdeztem semmit, jó? Szóval, ja, meg kell tudnunk csinálni. Megpróbálom azért meg itt visszaszerezni a cuccokat. Volt van a solo flight. És ne érzik a kis izék üljenek meg, az nagyon ciki lenne. Ne, valami jön megint, hallom, valami kukac. Jó kis kukac. Idegeimre mennek ezek a kukacok. Jó. Hát nekünk nincsen modellgörényünk. De lehet, nem? Én nagyon bírem, ha lenne egy görényünk. Andi, annyira nem, úgy hallom. Görények igen is aranyosak. Nem büdösek a görények, a legnagyobb tépít. Akkor büdös, ha megjed. Köszi szépen, Peti. Örülök, hogyha így gondolod. Jó olvasni. Igen, mert általában szoktunk arra adni, hogy szépek legyenek az épületek, meg ahogy játszunk. És ezt hozzád írta. Te, aki... most egész... azt mondta, hogy nálunk kérdezett és nézni a teráriát, látott már több helyen is, de mi vagyunk azok, akik a legjobban adnak arra, hogy tényleg szép legyen. Most szerintem túlzásba is viszem, mert... ezzel most olyan sok idő megy el, de nem baj. Gondoljatok bele úgy, hogy a házat csak egyszer kell szépen megcsinálni, utána már csak élvezni kell a... mi a fene történik itt? Jaj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 
Szerencsére csak kis kukac volt. Mi más? Jó, van, mi más? Te jönnek a kukacok? Nagyon távol, nagyon el vagy most a kukacokkal. Tudod, milyen rossz a sivatagba lenni? Minden részben valamiért valahogy a sivatagba kell. Ne jön a nagy kukac! No, csak a nagy kukacot ne! Ne, várj, hazamegyek, hazamegyek! Engedj haza! Köszönöm! Lol, leolítja a nagy kukacot. Engedj haza! Visszajöttem. Szerencsére. Igen, hát hármódos páncél kellene. Hát igen, leginkább. Igen. Jó, hát... Mindjárt meg lesz a raktár. Igazából meg is van a raktár, ha gondolod, már át tudsz ide pakolni dolgokat, de... Szerintem majd úgyis, ahogy felkezdjük feltölteni, akkor úgy mindegyiknek meg lesz a helyem. Várjál, miben lehetett a fosziliákat át szűrni? Shifter system kellett? Vagy silk, vagy silk. Nem. Valamilyen ne... Aj, nem tudom, nem jut eszembe most. De volt ja egy háló. De miben lehetett craftolni? Vajon? Kellett hozzá silk, ez biztos. És van silkünk? Hát, uti. Ó, hát kicseszem az ablakot. Emeltek, igen, emese. Nagyon nagy lesz ez a ház, te jó ég, Bence. És ez csak az alsó szint. Most ebben így nagyon beleéled magadat. Hát... Nem beléem, csak szeretnék egy olyan raktert csinálni, ami aztán végtelenség igazából elég lesz. De amúgy ezt itt túlzásba vittem az alját, ezt bevallom. De legalább lett egy olyan... De ez most így egy ilyen... Ízén fog állni. Tehát, hogy ez itt nem kezdődik? Ez majd mindjárt mutatom, hogy ez ilyen... Ilyeneken fog állni. Ilyen oszlopokon fog állni? Oszlopokon fog állni, ja. Én nagyon szeretem az oszlopokon álló házakat. Ez nálam egy fét, és ezt meg kell érteni mindenkinek. Hé, hol van a... Hé, itt van a hemelet. Én elfogadom. Szeretem az oszlopokon álló házakat. Amúgy hard módos cuccokat azt találnék itt is a bányánkban, nem? Hogyha lent bányászni. Yep. Akkor megyek hátra. De amúgy menjünk már inkább a Skeletronhoz, mert most már én igazából ezzel meg vagyok, most már csak én is bosszot ja, akarok látni, vagy ilyesmi. Na ennyi. Ez egy láb. Ezt megcsinál meg mondjuk itt is. Ezeket nem meg össze is lehet kötni. Ja, de mindig követéged az az lebegőség. Hogy eladtam? Eladtam a seggem. Az nem tudom mondani. Ki kell nyomni ott a izéknél. A buffoknál, amiket ott látsz. Jó, nem. Rákattintasz, és akkor eltűnik. Mert velem is ez volt, amikor
mókusodat. Addig követettem, ameddig ott ki nem nyomtam. Golem után be fog telni a raktárunk. Hát, lehet, nem tudom. Amúgy tényleg gyorsan pakoljunk még... Ja, várj, mi golem után betelik ez a raktár? Tényleg? Hát, a Gábor. Ennyi minden jött be a golem után? Hát, múltkor már legyőztük, azt nem volt annyira vészes. Kicsit hát lehet azóta sok minden megváltozott. Jó, mindegy, ez egy jó nagy házikó lesz. Szerintem, hogyha ez az alsó részt végigtöltjük csak látákkal, akkor ez elég lesz. Esek? Kukacbenőr. Szereztem kukacbenőrt. Hát amennyit megöltél. Kukacos Terraria streamek mellett. Kellemes az illata. Micsoda? Ja, hogyha igen, a tükörények játszanának és megjelennének. Hát... Hát én is sajnos kevesen szeretik ezt a játékot. De nem az a lényeg. Szerintem, hogy hányan vagyunk. Igen? Aludjunk szerintem, és aztán mehetünk. Na basszus, jó. Én ezt emberre megcsinálsz az ablakot. És megint elhelyezted valóban az ágyat? Nem, ugyanott van. Ja, csak itt még egy emelet van, tényleg elfelejtettem. Annyira, hogy be lehet feküdni egy ágyba. Tehát ez... Jól néz ki, na köszönöm szépen! Köszönöm! Most végeztem, azt hiszem hivatalosan a ház építésére, legalábbis erre a streamre, aztán lehet, hogy még, hát ezt még folytatni kell. Lorenzo elszaladt itt a festékes hudrével. De legalább most lesz minden. És praktikus is, nem csak jól néz ki, ez a legfontosabb, hogy praktikus is. De lehet, hogy vannak még praktikák egyébként házépítésre, hogy olyan lehetne még gyorsabban kezelni a ládákat, meg a craft stationöket, meg minden egyebet. De ez most sokkal nagyobb előrelépés lesz, mint ami eddig volt. A Freud nem is jön. Majd mégis aludjunk. A Skeletron csak este lehet, azt írják. És igazuk van. Pakoljunk le mindent, van még egy kis esténk. Jó. Nekem nálam nincsen sok minden, úgyhogy meg van még malacom. Még lehet pakolni, azt hiszem. Ez mi volt? Ja, ez a kis disznó. Igen. Nem, nagyon sok mindent tudok bele. Jó, hogy előre az építés holmikat ledobálom ide, aztán majd... Egy kis felhő háttér. Ezek a röpfögések túl élethűek! Andi! A röpfi! Igen. Na jó. Hol vagy most? Ja, itt fel. Mi az? Jó, Az idézője okay. Kéne? Nem. Jó. Mert az itt van amúgy. Lepakoltam. Idéző, milyen idéző? Ó! Oh! Skeletron Prime-ot? De nem a Skeletron Prime-ról volt szó, Andi! Ez egy harmódos boss! Hanem a sima Skeletron, ami a Dungeon-nél van! Mi a szar? Hát ez... Bocsánat! Hát azt hittem, hogy kell, és csak kidobni akartam, nem megidézni. Ez őrület volt most tőled. Nem is Andi lenne, hogyha ezt most így nem idézted volna ide. Na. Való, Rafi! Mehet a klip, emberek. Bocsánat, nem akartam. Miért? Mondom, akkor az itt van az idézője, odaadom neki. Nem beszarok. Tényleg is megjelent a Skeletron Prime. Rég játszottam ezzel a játékkal. Ez most egy kicsit káromkodósan hallatszorod, de inkább nem hallok bele semmit. Na menjünk, mert már nincs elég sok esténkből. Na menjünk. Pénzeket, tedd le, letedd a pénzt. Tedd le a pénzt. Nézd, hogy végre már, de hogy végre már, hát ez majd később jön, ezzel még el kell várni. Menjünk még a könnyebb változatához. Merre a pénzt? Caffin Dance. Nem nagy különbség. Hát na, én is ezt mondom. Nem tudom, mit ízélt itt hát benne. Tényleg nagyon rég nem játszott el ezzel a játékkal. Hogy? Hát most 3-4 évvel ezelőtt. Annyit felejtettem. Főleg, hogy mindig te mondtad, hogy jó, akkor most ide megyünk, oda megyünk, én meg csak így sodródtam az árral, és így történtek velem a dolgok. Na jó van. Mindjárt lemegy az este! Hát én beszarok. Nem úgy tényleg köszi, unikornissal tényleg jobb menni.
Csak megakad, mert vannak ilyen random izék, ilyen akadályok. Na basszus, odaérek, már alig lesz életem. Sötét van ebben a játékban, mi jó? Nem tudom. Most van ilyen nap van? Ilyen sötét nap, vagy mi? Hát ez elég sötét volt most ez a boss fight például, amit csináltunk. Jaj, mondjad már, adjad már magad, jaj. Jól néz ki ez a nagy csontváz a háttérben, ez baromi jó. Ja. Volt a legprofibb boss fight, de legalább volt. Na hát, ez az. Ja, így is hozzá lehet állni, látjátok? De jó ez a havas terület. Hát ez odaérünk, azt lemegy a nap, hát most fosom össze a bokámat háromszor, négyszer. Nem baj, lehet majd bányázgatni. Mi a világ végén, majd elindulunk egy 10 percre, 20 percre bányászni, mindig este nem lesz. Na most megidézem, jó, azt mondja, becsodlakozol. Hát... Na látod, ezért nem tudom én, hogy melyik boss után melyik jön. 1000 méter. Megyek, amúgy unikorn is háton lovagolok. Jó. 3, 2, 1, 500 méter után már ide is érkezem. Próbáljuk meg legyakni. Már mennyit levittél neki? Mi történt? Ne, nem fogsz megvárni? Itt hát vagy. Ez ugyanaz! Nem ugyanaz! Kicsit kisebb a kezem. Vigyázz, nagyon kevés életed van, hílej! Né, nem tudok, nincs nálam semmi healing cucc. Nem hiszem el, hogy soha nem hozom magad a healing cuccokat. Mi a bánatos büdös banán volt, ez ilyet régen nem csinált! Mióta tud ilyet a Skeleton? Skeletron. Meg jó, hogy nem hoztam pénzt. Pénzt. Na akkor most alszunk egyet. Visszatérek az építéshez. Tudjátok mit? Én itt elcsicsázgatom ezt az épületet, ezt a házikot. Jó, lesz ez nekem. Hát minek akarok én ennél többet? Hát ez nekem való, hát miért kell lennél több, mint itt ezt a házat nyomorgatni a végtelenségig? Ah! Jöhetnek a dühös Bence módok, vagy micsodák. Nappal lett azért. De szokja már arról, hogy nem hozza élettöltőt. Ja, hogyha nappal van, akkor hirtelen így bam, áthasítaltunk és kész. Úgy látszik. Ja, mert kinappalodott, nálam is írják. Jó, ilyen sokáig még nem küzdtünk egyszer sem, de én azért, én ezt még estének látom, nekem ez még este. Na. Jó, visszamenjünk akkor? Vagy mi legyen? Hát persze, nappal, igen, hajj! Nem most, hanem majd. Igen, aludjunk egyet, hát ha, hogyha nappal lehet aludni? Lehet nappal is aludni, hát ez olyanok, mint a videósok. Nappal alszanak. Ja. Na? De nem megy. Nem, de ez az, ez az, megpörgetjük, úgy van. Skeletont fokkarral szokták ölni. Most, hogy élvezik amúgy a rage-elésünket? Hát most láttuk mind a két Skeletront. Mind a kettő kicsit... Skeletron, érted? A kis béna Skeletron, ami a Wall of Flesh-et lenne, legyapott minket. Ezt ki kéne törölni a... Az emlékeinkből nem lehet esetleg? Ott egy katica, nézd! Látom a kagyitját, jép! És ott mennek a slime-ok a háttérben. Tényleg, ott vannak slime-ok is. Ez azt jelenti, hogy mindjárt jön a slime eső, vagy mi? Nem, elrepült ott már sok minden, hajó is. Hajó! Meg ügön. Hátteret érdemes figyelni, érdekes dolog. Két katica is lehet, meg egy guide. Ha mennyi katica jön? Úristen! Te mi? Jaj, neked sokkal jobban ki van húzva a fov. Mi ez a rengeteg katica? Nem tudom. Ezeket nem akarod elkapni? Ez jó lesz, baithez neked. Igen, azt kellene, csak nem találom a hálómat. Várjál. Biztos leraktam ide a malacba. Erre ébredünk. Úgy, világítsunk még oda egy kicsikét kifele. Én is pont ezt akartam. Már. Gyere, katica! Forogra tűzlek majd. Mennyi katicát fogtál el? Tök sokat. 8-at. 17%-os bait power-ra. Akkor aludjunk tovább. Katica, az ritka.
ott mennek a másik oldalon, és ugyanennyi jött a másik oldalról. Tényleg? Aha. Na, hol vannak? Mi ez a rengeteg katicabogár? Imádom, hogyha most este meg jönne a Blood Moon, ne adjatok ilyen ötleteket, te jó ég. Lehet a katicák hozzák meg a Blood Moon-t. Mi ez a rengeteg katicabogár? Ott jött még egy ugyanilyen adag! Nézd ezt az oldalt, újra visszajöttek ennyien. A bal oldalt. De mi van ezekkel? Add a pénzt. Milyen pénzt? Már csak a Tax Collectorral beszéltem. Ja, azt hittem nekem mondod. Nem. Úgyse mennyi? Ezt mondom, mert félelmetes. Nagyon visszaadhatom. A 7 darab paticát szereztem. Jó, se sehol? Oké, sehol nem jönnek. Alvás van. Remélem még jönnek. Szerencsét tokbokoknak csinálni az. Jönnek! Jön még egy adag. Ez a katica invázió. Ez a katicák napja. De soha nem lesz így este, hogyha jönnek ezek a retkes katicák. Jó, aludjunk. Persze. Jönnek, nem most meg a másik oldalról. Micsoda? Mi nem kell? Mi? Nem kell nekem végül is, Csali. Most szerinted gyorsabban pörög az idő? Szerintem nem. Pedig alszunk neked. Nem tudom, nem látom a napot, mert felépítettem. De, mert nézd azt a Vivian, mennyire gyorsan megy el a háttérben. Katica, várjál, ennyi elég lesz. Oda jó. Is kell még érnünk, meg a katicákat. Nézd már meg itt mennyi van. Part, mit csinálnak? Dobál rá egy parti kelléket a katicára. Ne bántsátok a katicákat, jó? Hát ez nem, mert megpartiztatják, az miért bánt, és örülnek neki. Hány katicát szereztél? 41. Na, megyek vissza. Nincs már olyan nagy különbség a Blood Moon között ilyenkor? De úgy tényleg honnan van ennyi katicánk? Na gyere! Na gyere, azt mondja, na gyere! Nincs más. Ezt begyűjtöm ezt a 20-at is még itt. Jó, oké, elég. Megyek a tárgyossal. Paripa! Ez tökéletes Roblox hang volt, amit most kiadtál. Köszönöm, sokat gyakoroltam. Ez már nem. Köszönöm szépen, Fridi! 20 csillagot, szerintem tökéletes volt ez is. Hogy lehet inkább a jó kéne a kezembe. Na hát, öcsém facsiga. Meg akartalak válni. Meghalok. Mi az? Meg akartalak válni a boss fight-tal, és pont annyi kellett volna, hogy ha azonnal elkezdem idézni, mint odaérek, akkor legyapjuk, és mehettünk volna már a dungeonbe. Jaj már. Mi ez a hang? Gyakora volt. Nem akarsz betolni, Bence, egy lábszponyit itt hátra segítene? Ohohohoho! Azt gondoltam, hogy itt adnátok az ötleteket. Ilyen ötletek mindig vannak. Hát ilyen, hogy ne lenne. Hello! Na. Ott vagy már? Itt vagyok. Szerintem most már este is van. Kérdezze meg kezelő orvos egy gyógyszerészét. Úristen, mekkora ezt sebződtem. Ez mi volt? Szóval jöjjek vissza este. Jöttem fehér lovon. Andi a fehér lovon, én meg ezen a csótányon. Hát nagyon csúnya állatod van amúgy. Úgy néz ki, mint Dingodile. Na? Ez bezzeg neki nem elég este. De amikor ugyanilyen idő volt, akkor már nekünk jött a Skeletron. Ott egy skorp, jó, azt össze tudnád volna gyűjteni, izzinek. Ez olyan? Baitnek, ja. Tényleg. Fekete skorp, 15%-os bait power, hát. Nem annyira jó, mint a katica. Hát, jobb a katica, igen. Na, jaj, nem vártál meg. Egy kéz.
két kéz. Csak egy fej. Well. Hát ugyanilyen volt a másik is. Pont ugyanilyen volt, igen, a másik is, szerintem is. Skeletron és a Skeletron Prime között gyakorlatilag semmi különbség. Igen. Valahogy most újból. Gyere, keressünk kulcsokat. Valahogy most újból Lab Smiley lett. Mi? Nem tudom, hogy. Mi lett Lab Smiley? De hogy lett Lab Smiley? Semmi nem lett Lab Smiley. Hát, mert hogy megint trending dolog lett itt a Lab Smiley valamiért. Egy lamp. És azt mondta, hogy itt lesznek nekem izék. Figyeld a könyveket. Ezekből a könyvekből lehetett valamit szereznem. Aha. De honnan tudod, hogy melyik az, amelyikből lehet? Hát ha ráviszed az egeredet és kiad egy ilyen könyvikont, akkor abból lehet. Tehát itt van például ez. Nézd meg! Ezt itt. Felette lévőt. Aha. Megvan? Igen. És milyen? Walter valami. Book Walter. Mi ez? Walter Bolt. Walter Bolt. Walter. Walter Bolt. Kaptam egy Skeletron handet. Az mi? Izének számít. Nézd, új NPC. Nézd, ah, ez tök menő. Wow. Oh, ho-ho. Fájt neki, jaj. Ez mi a bánat? Ilyen is van most már. Csapda. It's a trap. Itt folytatódik lefelé. De érdekes. Menő amúgy. És olyan tudsz szerint így átmenni. Hát csak leesel és akkor betörik alattad. Érdekes. Szerintem a twerk megduplázza a szerencs. Na hát emberek. Jaj, ez az visszakanyarodtunk a lényeghez. Ó, ez mi? Ja, tényleg a planteres láda. Aha. Isten. Meg kell jegyezni, hogy melyik láda hol van. Hogy jelzi ezeket a térképen? Nem jelzi, nem? Szerintem jelzi. Ó, kobalt shield. Valami mérget kaptam, király. Wow, itt van az az izé. Na, micsoda? Csúnya. A csúnya? A híres csúnya. A nap, a pörgő nap. Nem amúgy Spinning Wheel a neve. Vigyázz, itt van. Ez mi? Jaj, ez a Bilvicsi tizetében, ez tök jó. Ez nincsen több izén. Nincsen több. Ó, nincs több aranykulcsom, hát ez nagyon rossz. Ezt nem lehet megvenni, ezt a Spinning Wheel részt, amit valami csinálja? Nem, ez egy mob, amit nem lehet megvenni. Király. A kobalt sőt, ez nagyon jó. Ez a láda, ez fáj, ezt nem tudom hinni. Úgy megyek a hookkal, mint egy pók, jaja. Jaj, ezek is kék. Kobalt shieldből kaptunk obszidián shieldet. Azt írják. Igen, abból lesz obszidián shield, ez nagyon jó. Készség! Mi volt ez? Mi van? Mi történt? Semmi. Hát ez olyan volt, mint hogyha kifújtad volna az orrodat, így nem, meghaltam, Bence. Van de ezt tudok, teleportálni, nem? Igen, van valami teleport, poti vagy, vagy... Ja, van valami, poti valami rá lehet teleportálni a másiknak. Teleportálok akkor. Ja. Ha most nyugi van, igen. Abszolút. Beszakadozik ez itt alattam, ez a hülyeség. Zoli klippelte. Ez mi ez? Majd? Egy bemutató kéz. Micsoda? Hát van itt egy zászló, ami bemutató kéz. Hú, ez itt kellemes. Jól lehet horgászni.
Úristen. Ki lehet onnan jönni, Bence? De nem, nem nagyon. Jaj. Igen. A kezem. Ide húzzunk már most egy platformot. Ezt tudod milyen hely? Olyan, hogy mindjárt meghalunk, olyan. Isten. Jó van, nyugi. Oh, jaj. Jó. Chill, bruh. Egészségedre. Nem én voltam. Ezt nagyon jó volt, ezt egy ilyen idilli röffentéssel megszakítani ezt a csöndöd. Igen, Ádám, múlt héten volt, múlt hét hétvégén. Majd valószínűleg egy-két hónap múlva megint tartunk egy hasonlót. Egy íjszobor. Hát ez zsákutca, vagy mi? Oh. Ez a bemutató kéz egy tűzikon volt. Na, nekem bemutató kéznek tűnt. Hát nem hiszem, hogy most spawn rate-et akarnánk növelni. Ja, itt. Igen. Ja, ez kellemes ez a hely anélkül is. Nem be spawn rate-ezne. Olyan biztos lenne nekem jobb horgászbot, nem? Gyálj a futul idézőm. Teltem hülyeségekkel. Szilveton. Ó, megvan az első shadow keyünk, nagyon jó. Oké. Okay. Követlek inkább. Nem maradok ott pecázni, nem volt annyira biztonságos. Csapdák? Azokat is eldobom. Ja, nem drága a játék szerencsére. Winstockjunk. Viszont nagyon sok szívet nem kapok itt, azt mondtad, hogy... Azt hittem, hogy itt szokott lenni amúgy. Igen? Aha. Nekem nem rémlik, de biztos így van. Pedig? Hát talán nincsen sem. Ó, én vigyázok magamra nagyon. Hát nem, ennyi. Most még 33 másodpercig nem tudok. Andi, merre felé kell menni itt ebben a dungeonben? Hát nem hiszem itt el. Lefelé még folytatódik. Hát ott már voltunk, nem? Itt nincs kivilágítva. Ja, várjál, ez nem ez az alja. Csak azt yeah. Láttam, hogy... Jöv fene. Hát nem hiszem el. Hát miért fene ez? Ennyi volt ez a dungeon? Ez nem létezik. Hát ott fölül még mutatja néz itt erre fele. Igen, a pokolba is el akarunk menni ezzel, megnézni a ládákat. Mert most már meg lett a Shadow Key, szóval éppenséggel amiért jöttünk, az megvan. Hát, most hogy mondod, én se látom ezt tovább. Nem látom, hova kell menni olyan? Őrület. Bár lehet, hogy itt, ahol leestünk, itt lenne még valamerre tovább. Egy Closier Voodoo Doll. Ez mit is tudott? A másik Voodoo Doll? A Closiernek a Voodoo Dollja? Hát, nem emlékszem már sajnos. Na hát... Mindegy, úgyis megírják. Szerencsére. Nem emlékszem, mit kellett vele csinálni. Egy Shadow kulcsból bármennyit ki lehet nyitni, azt írják. Igen, igen, tehát az megvan, igen. Erre még lehet, hogy el lehet menni itt. Itt egy csaj. Hát az izért, az NPC-n. Én már lehet, hogy itt... Ide nem jönnék vissza, ha nem muszáj. Jó, felszedem a pénzedet, aztán... Erre már csak most, ha látjuk a leomló blokkokat, úgy lehet látni esetleg, hogy hol folytatódik még. Uh-huh. Ezt írták most itt. Hát csak, hogy az alján volt egy rész, onnan visszafordultunk. Ez. Ez a némi folytatás lehet? Hát lehet.
Jó, majd visszajövünk ide szerintem később, mert ez nagyon kicsi lenne, ha ez ekkora lenne. De úgyis megteltünk cuccokkal, szóval... A legfontosabbat úgyis elhoztam, én nem. Az a festmény, amit Andi felvett, az egy az ezerhez, hogy idéződik a dungeonben. Szarvas kutya. Igen. Tényleg? Hát ez egy sima kutya. Szarvas. Hát van szarva? Egy kutya? Nincs. Kutya. Ja, de szarvasi kutya, be. Bocsánat. Szarvasi kutya. Mi az? Jó, majd meglátod, leraktam ezt. Én emlékszem, hogy ez egy ritka festmény volt. Egy az ezerhez? Ó, ó, ez nagyon jól néz ki. Nice. Klosszér vudú dollal a skeletront lehet megidézni, végtelen szer Klosszér NPC megölésével. Úgy tudtok elérni a Klosszér vudú dollt, beekküppelitek. Ó, aha. Jó. De amúgy nem, múltkor is megtaláltuk ezt a képet, azt írja Gábor, de tényleg erről került, hogy volt régen valami ilyesmi, aztán mégse. Én emlékszem, hogy ugyanez volt, hogy tökre megorultunk, hogy mennyire ritka, és aztán kiderült, hogy amúgy nem is ritka. Ha. Ezt annyira nem jó hallani. De lehet, hogy rosszul emlékszem, de volt valami ilyesmi. Lehet, hogy nem ennél a festménynél. Hát onnan szeretek horgászat, ez most olyan, mintha az ember szeret tévézni, videójátékokkal játszani. Mindenkinek vannak hobbiai. Táncolni, én például nem szeretek táncolni, de lehet, hogy te tökre szeretsz. Na. Gájn, menj innen, jó. Szóval... Megcsinál magamnak az Obsidian Shield-et. Mi a terved amúgy még most? Lemenni és kinyitogatni a Shadow Chest-eket. Jó. Nagyon fontos lenne. Obsidian School. Reméljük abba, akkor lesz valami hasznos. Ha? Ja, így, ha? Ó, és armordot kaptam rá. Fú, Recruit 3 Defense. Szerencsések vagyunk. Pumpkin Moon-t idézzük meg. Hát az most így a szintünkön van? Azt tököket kell leszenni. Igen. Azt még nem találtunk, nem? Azt még nem. Vagy hát venni kell tököket, és akkor elültetni, és akkor valahogy abból craftolni valamit, így emlékszem. De majd úgyis... Majd ott tartunk, akkor ott tartunk. Most annyi más projekt van, hogy... De akkor nem hagyjuk ki azt sem, ugye észre tartjuk, hogy Pumpkin Moon. A szintünkön van akkor? Hát ezt írja Gábor. Gábor írt fel inkább a legtöbb hasznos tippet, akkor jó, akkor... akkor... Képben van minden a játékkal kapcsolatban. Referáljuk akkor először azt előtérben. Szia Misi, köszönjük voltál! Amúgy már jó sokat bejártunk ebből a világból. Mehetünk kár, hogy ezt a házat építeni. Igen, mehetünk, én már megyek a pokolba. Bár nálad van a kulcs, hogy te fogod tudni csak kinyitni. Adok neked is egyet. És akkor te az egyik irányban, én a másik irányban. Igen? Itt ez az underground, ez eddig is ilyen volt? Ne ijeszges. Mondd, hogy nem a mi területünkön. Gyanúsan vörös a víz alatt. Ja, igen, ez már crimson. Ez már átcrimsonosodott. De ez a lekerített rész. Nem, a lekerített rész az feljebb van. Ja. Ja, oké, jó, oké. Ezt meg nem tudjuk köszönni. Na, adok neked akkor kulcsot. Kaptad? Köszi. Igen. Neked is van? Aha. Majd nem bírom otthagyni palladiumokat. De jól néz ki ez a nagy izé. Hát ezekből ezek az izében voltak, ugye itt a... Hát a... kis házikókban. Ami lehet, hogy házikon kívül is van. Most még nem látom ezeket a chesteket. Éneket szaggat. Bal oldal és jobb oldal is van. Aha. Akkor bal oldalt, jó? Jó.
Az a legegyszerűbb egyébként. Elte. Szerintem a térképen is meg lehet nézni ezeknek a helyzetét. Igen, nekem is úgy remélik, hogy mutatja. Itt van egy ebben a következő házban. Sors. Csak nézem, hogy hogy jelöli. Egy lila volt. Na, ez például egy érdekes. Ornate Shadow Key. Micsoda? Lehet Shadow Mimiket lehet vele spawnolni, summonolni. Ó, oh, akkor csak ilyen dekoráció. Ok, Shadow Chest, az kell, ugye? Aha, jó. Akkor ebben a kettőben pont nem volt. Ott a kis mimik, kis Shadow Mimik. Ja, értem. Szóval még nem is tudnánk Pumpkin Moon csinálni, azt írják most itt többen. Ó, az még nem jó. A következőben is lesz egy. Hát mondjuk ez a mimikes pet, ez olyan, hogy mindig felcsillan a szemem, hogy ó, yeah, van egy mimik itt közelben, az kiderült, csak a saját, ez olyan, hát ez. Mi történt, Andi? Az történt, hogy az egyetlen Shadow Chest abban a izében volt. Dungeonben, aminek a falai égetnek. Oh, no. És fellök. És meghaltam. Pumpkin Moon idéző skelektoplazma, amit Plantera után dungeonben lévő mobok dobnak. Akkor azért a Plantera az más szint, azért az egy elég komoly. Ó, oh, yes, a következőben is lesz egy. Hát meglátjuk akkor még. Itt is tudok menni egy csodálatos unikornisommal. Baby Imp Pet. Mindenféle peteket kapsz? Igen. Amúgy én is kaptam valamit. Már a kiszedtem egyáltalán. De csak kiszedtem, vagy csak megnéztük. No. Miért van az, hogy összes szörnyeteg rám jön rajtam? Van valami effekt, ami miatt ennyi minden megidéződik a környékemen? Lassan kezdem azt érezni. Demonic Hellcard. Mondjuk a méhes Hellcard az azért az elég bedeszelően néz ki, szóval inkább azt fogom használni. Ez? Guardian Treasure Magnet. Pickup range-et. Nem hiszem el. Megint semmi életem nem lesz, mi? Mikor? Ne, hallom, hogy jön valami. Egy életem volt! Anti! Utálom. Demonic Hellcard? Utálom. Anti! Ezen a játékon állandóan kirézselek, sosincs életem. De amúgy viszel magad el élettöltőt? Persze! Csak nem tudtam újból benyomni, mert közben levitték az életemet. Most lehet én is ugye meghalok. Bányásznánk mi hard mod érceket, terve van az is, csak most Bence a kulcsokat akarja. Hát mert amúgy így jönnének sorrendben a dolgok. De igen, a következő lépés, és valószínűleg a következő streamben most már megvan a raktára, be tudunk pakolni, ez az, hogy kiszedjük a palladiumokat, és aztán szépen úgy tovább az összes többi harmódércet. Hát lassan ott lehet. Ma valahogy minden streamben történt, azért valami, amin ki tudtam egy kicsit rage-elni. Egy kicsikét mindig kell. Először jöttek most a kukacok, aztán nézd meg. Ami itt is van egyébként, ó, én is Mártusz Pét a lávába. Legalább nem csak én. Ez háttérláva vagy rendes? Ami néha annyira nehéz megkülönböztetni valóban. Háttérláva. Platina bar. Soul of Night, király. Workbench, Hellforge, meg valami melltartó. Na jó, én összeszedtem bal oldalt mindet, ami volt, mind a kettőt. Fine. Nem találtuk meg még se.
A szívem is szóval olyan, mint hogyha Majesticből lenne. Amúgy tényleg. Nagyon jól néz ki. Mi az? Semmi. Hát én alapból a tankos karakter szoktam lenni, Bence szokott lenni, inkább a Rincs. De még nem tudom, hogy hogy lesz, mint lesz, ezt még nem döntöttük el, nem beszéltünk róla. Engem annyira mágia nem köt le ebbe a játékba. Hiába azt mondják, ki az egyik legjobb. Hűhű, 41 sebző démon idéző szélszarag. Ez mi? De szép focsel! Most ül? Vagy alszik a karakterem? Ketten is le lehet ülni erre a kanapéra, amit találtam, Bence. Hűha, ez nagyon jó hír. Hát ilyen streamer kanapé, az van ráírva. Streamer kanapé? Ha valami Candel Bra volt a neve, úgyhogy gondolom valami melltartó. Teljesen még mentél bal oldalt a pálya széléig? Ameddig van a platform, igen. Ah, hát. Tovább nem. Pedig... Ne haragudj, túl sokszor haltam meg, ezt most az én idegrendszerem nem bírja a 300 HP-mmal. Ez se, hogy ezt a hülye Magic Mirror-t itt tartom. Szia Bálint! Streamer kalap és napszemüveg is van. Na látod, Bence. Oh yeah. Ezt azért már azért érdemes lesz megszerezni. Mi kell hozzá az együttjátékhoz? Hát igazából semmi, csak meg kell venni a játékot, és akkor közben már... Streamen egymásra lehet csatlakozni. Ja. Nem kell hozzá külön szervert létrehozni, vagy ilyesmi. Ó, oh, wow! Az egyik felhőnek olyan alakja van, mint annak a agybossnak. Ez gondolom ilyen kis easter egg lehet. Tudtad? Nem tudtam. Feljöttem most lebegő szigetezni. De amúgy nincsen ám platform, szóval nem. Kellene még szereznem. Vágok fát, és akkor tökül lesz. Persze én is kanapén streamelek, egyértelmű. Streamer kanapé. Tök kényelmes lenne. Érted, mostanában állva szoktak streamelni az emberek, meg videózni. És erre streamer kanapé van itt. Egy terráriás youtubernek a kanapéja. Ó. Oh. Ennyi hír, hát ezt se tudom itt hagyni. Recall potion, hát akkor az nem kell például. Valami már lő rám. Szöcsket ücsök minden. Mert szerintem megvan 20 off a flight, hogy valamilyen szárnyat csináljunk. Van már annyink. Solo flightokat gyűjtöttem. Flight kellene, vagy light? Lehet, az olyan nem hova raktad. Hova raktad amúgy? Hát a pénzes ládába talán, vagy a mobos ládába. Nem tudom, még nincs rendszer, még nem pakoltuk át, de utána majd lesz. A fönti ládákban még nem pakoltál? Solo flightból van 26, solo flightból 4. Öcsém. Meg van 17 solo flight. 17 van csak sajnos. Utálom ezt a részt, amikor el kell dobnod valamit, de nem tudom mit. Ezért jó a malac persein. Így később jön el. Amúgy igen. Ez a pillanat. Amúgy viccen kívül tényleg. Na, a regenerációt lehet volna növelni, hát. Mégsem kell. Hát majd fogunk tudni. Ja, hát még nem tudjuk lecraftolni, de az alapanyagokat attól, hogy megszerezzük. Mitrillen villám, majd már jó lesz. Tankos karakter szeret lenne, akkor ugyebár nem ártana egy jó-jó, az amarok a egyik legerősebb számunkra, egy a 300-hoz, hogy drobolják a habas bajomban. Micsoda? Van egy amarok nevezett amarok. Jó-jó, és egy a 300-hoz, hogy a habas bajomban droppolják a mobok. Ó. Oh. Bármely? És az mennyivel erősebb, mert ez a forma C is elég erős, ez a 40.
De igen, nekem az van, most érzem. Lol, nekem van egy amarokom. Igen. Aha. Chicken nugget. Chicken nuggetet dobott a hárpia. Chicken nugget. Na jó, nem tudom. Ez már az a szint, amikor te nem tudok már mit eldobni, szóval... Valamit muszáj lesz pedig. Ahogy hallom. Nem. Haza jövök. Nem lehet ide letenni egy waystone-t, vagy valami ilyesmit. Nem hiszem. Jó lenne. Chicken. Chicken nugget. Ennyi harpiát. Nem bírom őket. Még itt fönt sincs el az Szemi. Ember biztonságban. Még egy chicken nugget. Hello, hello. Mióta dobnak ezek chicken nuggetet? Hát a mostani update óta. De ez olyan izé ilyen. Chicken! Bocsánat. Na. Mi van veled? Nem fogsz betriggerelni. Nem? De igyekszek. Hallom. Mikor mondod ki, hogy chicken? Nem mondom ki. Gyere, Harpy! 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 Jó, pi. Harpy. Wow! Milyen harpia? Hát, ha dob nekem még chicken nuggetet. Chicken. Na, gyere. Jó, feladom. Na jó, ebben a ládában lesznek a különleges dolgok. Ez az itt a Wyvern. Na most sosem tudtam, Wyvern vagy Wyvern? Nem tudom én se. Mármint, hogy szerintem nyelvjárás. Mert hallottam külföldi idősokat, akik kíván mondták, meg valakit meg Wyvernnek. Mi ez? Ez jól látom, hogy egy mimik? Ez ami pet mimik? Vagy mi ez? Ne, meg fogok halni! Ajajajajaj. Nem hiszem, hogy pet mimik. Mert hogy én tök máshol vagyok, szóval... Ó, ez mi volt? Wow! Mi idéződött ide? Egy farkatlan Wyvern. Nekem van farka. Nekem farkatlan, szerencsétlen. Hol lett? Meghalt. De beszerezted a dropját? Ja, megvan, itt van. Solo flightban már annyit, a 27 darab solo flightunk van, André. Greya. Szuper, király. Köszi Áron a tippet. Szuper király. Melyik legyen? Mondjuk. Legyen ez a pot is. Még egy! Hát akkor ezt mindjárt állom, hogy jön le. Itt van. Hello! Összes idő jön a bálisunkra? Hát úgy látszik valahogy, nem tudom, hogy csinálják. Nem hiszem, hogy megint fog valakit fokhány. Megölt volna, a szerencsétlen guide-ot. Guardian. Egy guide-ot. Guardian. Ne, ott maradtak lent. Ennyit mondod csak, hogy mint egy kutya, nem? Szia, kincső. Jaja, inkább cucca, mert azért csak föl kéne menni, de meg sajnán meg fogok halni. Sajna meg fogok halni. Hát ez elkerülhetetlen. Hát... De halál egyébként. Most amúgy nincsen semmink, ami így HP-t töltene? De itt van egy csomó healing poté. Ebbe a ládába kezdtem elpakolni őket. Ja, most elkezded őket átpakolászni? Csak a potikat, mert most éppen így kezembe akadtak. Köszönöm. Mi az? Visszajött egy hülye bagoly, mindjárt lecsapom a fejét. Én egyébként baromi jól néznek ki ezek a lámpások.
Jöjjön fedel, hogy csináljátok szárnyat, szintiteken az a legjobb. De nem az volt, hogy az valami olyan furnace kell, ami nekünk még jelenleg nincs? Mármint, hogy oké, okay, hogy megvannak az alap... Ne már! Bence? Mi az? Jön megint egy, nem mondtad, ne már! Oj. Nem menekülünk tőle. Labagó, ja megöltem, jó van. Úgy jöjj meg, hogy ne a föld alatt legyen. A feje. Igyekszem. Most leestek a cuccai. Itt van. Kocsmásnál vegyek altár kristályt, rak be a kristályt az altárba, elindulj egy 10 perces event, ami az elég erősök vagytok és jó cuccot ad. Jó, nekem ez jó, ez jó hangzik. Nekem ez tetszik. És hol van a kocsmáros? Bátyja. Tudom. Elköltöztetted? Nem. Az a kigyúrt. Zoologist, Party Girl, Die Trader, Arms Dealer, Triad Tax Collector, Painter, Wizard Merchant. Ja, lent van a szép házba. Bányásztól kell venned? Vagy inkább a másik? Nem. A tavern képtől. De hát a kocsmáros az fent van. Tehát hogy azt nem költöztettük le. Nem, itt van a kocsmárosunk. Hogy került oda le? Itt van Bill. Hát jó van. A Bill leskedjen akkor ott. És melyik kell nekünk? Defender's Forge? Nem, igen. Nem, ebbe lehet rakni cuccokat. Flameburst Rod, Ballista Rod, Eternia Crystal. Sört tudok tőle venni. Megvárom, mit mondanak, aztán meglátjuk, addig pedig besörözök. Szia Bence, jó játékot! Olyan kérdésem lenne, hogy valaha visszafognak-e térni az építgetős streamek, mostanában nagyon hiányoznak nekem, vagy lehet, hogy csak nem tudok jól? Azt írják, hogy gondolom előtt fölösleges. Az a baj, hogy nagyon sokan írtok tök jó tippeket, aztán utána van 2-3 Terrari expert körülbelül nálam, és most így... Szóval építgető streamek, én nem tudom meg, hogy vissza fognak-e térni, vagy hogyha igen, akkor milyen formában, majd meglátjuk. Még nincs ötletem rá, sajnos. De amúgy nekünk is hiányoznak. Rólam előtt kb. Semmi jót nem kapunk ebből az eventből, azt írják. Well, na most akkor mi legyen? Hát... Én vagy folytassuk a lenti dungeont, vagy még a lent, vagy a shadow key-eket keressük meg esetleg. Mert hogy amúgy ezek mind olyan dolgok, hogy elintézésre várnak. Meg kell csinálni valakinek. Jó, akkor menjünk a pokolba. Tudod, mennyire rajongok ezért a dologért? Vigyél magadhoz mondjuk, nem tudom, tűzállóság potit. Vagy legalább készíts magadnak egy ilyen armored shieldet, vagy ilyesmi, nem tudom. Jó lesz ez így. Szeretek meghalni sokszor. Jaj, van amúgy tűzállóságunk? Nem vagyok benne biztos, de lehet készíteni, és fireblossomunk, meg obsidianunk, az biztos, hogy van. Nézem, mik vannak. Heartreach potion, increases pickup range for life hearts. Ja, igaz, ez, hogyha harcolnak, akkor lenne jó. Híres utolsó mondatra. Valóban. Ó, az R betű mint rohadt gyors. Mount. Megakad. Vagy mint Ride? Nem, vagy már a Ride, szerintem inkább. Egyszer, de meg a rohadt gyors. Igen, lent vagyok már. Köszi skacok a tippet, de akkor gólem után, mert most itt többen is azt írták, hogy addig nem érdemes. Akkor most már maradunk ennél, hogy shadow ládákat keresünk.
Tök sok minden van azokban is, nem szabad elbecsülni azért annyira őket. Meg ha már megcsináltuk azt a, megszereztük a Shadow Key-t a Skeletronból, aki csúnyán elkente a szángat, remélhetőleg senki nem emlékszik rá. Na, hát akkor már használjuk ki, és akkor keressük meg ezeket a Shadow cuccokat belőle. Hát majd biztos megöljük a Queen Bee-t, csak egyelőre meg nem találtuk meg a idézőjét. Az volt a maze-nél, nem? Aha. Tényleg, az is még ilyen hármód előtti dolog, vagy... Hát... Vagy hogy is volt? Legalábbis annyira nem egy nagy szám a Queen Bee. Majdnem itt lett egy kis baj. Csak egy egészen apró. Egy egészen apró, majdnem megidéztem a Wall of Flash mennyi. Jézus. Amúgy nem lenne baj az, hogyha azt is még egyszer le tudnánk győzni amúgy. Úristen. Hát azért, hogyha nem muszáj, akkor nem biztos, hogy most megküzdenék vele. Hát itt nincsen nálam semmilyen potion vagy ilyesmi. Te megtáncoltad itt ez a hülyeim. Mi a fene van itt? Megint kezdődik, nem! Nem! Apa kezdődik! Nem bírom, nem! Hagyjatok már élni, nem hiszem, hogy mindenhova jönnie kell valami kis izének, ami... kis... kírnyúnak, hogy megkeserítse az életet. Ó, no, én is akkor olyan fejeseket ugrok a lávába, hogy ez nem igaz. Jó, oké. Okay. 8 sec. Ne idegesíjjé. Direkt idegesítenek, azt érzem. Oké. Okay. Fulletem. Nice. Ez most a csungel alatt van, ahol vagyok. Jaj, hát jön a tortúíz! Bár nem ebből lehet jó. Oh, bakker! Még térképeztem, a tortúíz kegyetlenül lecsapott! Tortuáz, nem? Tortuáz! Nekem mindegy, hogy áz vagy íz. De lecsapott és éreztem keményen! Ó! Oh. Van itt Hell Butterfly, de nem tudom befogni, mert éget. Mi? Ezt használta volna ezt a Potion of Return? Most nézem csak. Egy poti, ami hátra adja egy portált, de haza teleportál engem. És amikor úgy gondoltam, hogy végeztem, akkor visszamegyhetek azon a portálon. Tiszta portálgen. Mi a fene? Ne bánts! Mama! Hú, ezeket a Terraria streameket lehet nem így 6. órába kellene csinálni. És ilyenkor már így a türelmem is, meg a koncentráló képességem is kezd fogyni. Hát igen, mondjuk ezek nem ártanak, hogyha az ember terráriázzük. De amúgy képességgel annyira nem volt szerintem katasztrófa. Progress. Építettünk egy szép házat. Te építettél egy szép házat. Te használ nekem agyagot? Mert még nem is tudtam használni. Meg amúgy még készítsen az ház. Oh. No. Nem baj, volt. Megölt minket kétszer a Skeletron, mind a kettő. Mennyi idős a stream? Hát nem tudom, 20 éves. Mindig fog még tartani, ez majd kiderül. Uha. Mi az? Ó, ott van egy Shadow Chest. Magmasztő. Nyilván hova úrik Shadow Chestbe, ő is bele. Jajjajjaj, de nem bírom ezeket. Why? Nem bírom ezeket. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, aki még most jött. Ilyen késő este. Amúgy tényleg most bele késő van, hány óra van most? 1-11. 1-11, lol. Ne! Mama! Miért? Miért? Hova sikerült esned? A földre.
padlóra le. A padlóra le, de dúlván. Nekem már nincs healingem. Horgáztam-e már életemben? Ja. Ja. Ugye játék kapcsán? Jött ez így elő? Játékban is, meg a valóságban is horgáztam sokat, igen. Hát itt volt egy ilyen torony, de semmi nem volt benne. Megy a tudom. Az a baj, hogy olyan magasan van, hogy így nem is olyan tudod, hogy elhagytál ilyet. Csak úgy leugrálni meg nem igazából merek. Várjál. Itt is van egy lol. Hogy te jöttél erre fele. Azt hiszem, itt van egy szénáda. Nincs itt se láda. Nagyon kevés van ezekben. Ja, de amúgy most már láttam, hogy fent is lehet keresni, a pokolnak tetején. Igen? Aha, most éppen azt akartam elérni, de onnan leestem. Ez egy mimik már megint? Ez támad, Bence? Nem tudom, miket találsz. Itt egy mimik, amit nem tudom megtámadni is. Ez követ ez a mimik? Akkor ez a peted. A mimik peted. Van petem. Hát úgy lehet, hogy betettél egyet magadnak. Holy shit, ez nincs pet berakva, de itt egy mimik, ami ugrál utánam, de nem tudom megsebezni. Nem, mi csoda? Most hogy van? Egy shadow mimik. Az az én petem akkor. Valamelyikünk pet. Mire jövett? Nem tudom, mert én mondjuk így kitettem, kiszedtem magamtól, az úgy látszik keresett új gazdát. Jó fej. Ötletem sincs amúgy. Na, 150. helyben. Aj. Ezt meg kinyitottam, vajon? Nem. Nem, hogy ezt tényleg idegesítem, nem tudod, hogy akkor ez most rendes láda, vagy sem. Igen, én azért is cseréltem petet, mert... Summons the baby imp. Na, neked is van, akkor most már olyanod. Jobb az, mint az a mimik, mert ez idegesít, mert azt hiszed, hogy... Mit hiszek? Hát, hogy egy valós mimik van ott melletted, és le lehet vadászni. Négy gold is volt az egyikben. Viszont már nincsen sajnos. Amúgy mountok így is könnyebb halanni itt lent. Őrület. Én azt gondolod, hogy ezek a mountok inkább a felszínen a nagy sík telepre jók, de nem, ez ide is jó lentre. Csak most ne jöjjön a tortoise, a tortoise. De szerintem nincsen nekem ilyen petem. Azért nem. Tehát nincs is berakva semmi petnek. Van egy shadow key. Ja, igen, itt van egy. Tényleg van egy ilyen. Akkor mégiscsak tettél be. De nem volt bent a pet egy slotba. Ujjaj. Ujjaj. Ujjaj, ujjaj. Várjál, van rajtam tüzelőség? Ah, van rajtam tüzelőség. Ó, oh, oké. Okay. Most annyira, akkor nem is volt annyira rossz. Jó, hova tűnt? Álljunk már meg! Álljunk már meg pillanatra! Hol van a jó? Eltűnt a jó. Igen. Ajaj. Ugye, nem dobta. Úristen, hol lehet meg? Mi történt? Oké, vele kidobtam, és megállt a lávaperem szélén. Úristen, emberek, ezt lehet megint csak lippelni. Mi a fene volt ez? Gyakorlatilag megállt egy pillanatra a szívem, pláne ezt a jójónak az elvesztését, ami mi is volt. Marha sok. Wow, mi ez a fegyver? Marha sok ilyen cuccit kell megölni hozzá, hogy az ember ezt megszerez újra. Milyen kedves. 87 milli damage-e van ennek a fegyvernek, lol. Mit találtál? Egy ilyen King Sunfurry-t. Ja. És ez a... az imp. Ja, ez ilyen cuki, ez az imp. Azt az hittem, nagyon aranyos. Nem, ez egy full aranyos. Kis lila makika. Elugrágat melletted. Kis szív.
eléggé szar. Úgy. Van még akkor valami, amit meg akarsz csinálni? Nem, igazából ezeket akartam összegyűjtögetni. Én most el is jöttem elég sokáig. És nem is tudom, hogy lesz-e még olyan szerencsém itt, úgyhogy nem döglök meg a fenébe. És még tudok találni ládát. Mármint, hogy jaj, sajnos meghaltam. Volt egy kis iszoknyi láva. Inkább addig mentem el, ahonnan kezdődött még annak idején a Crimson. Hát én már majdnem a világ végén voltam, hogyha megnézed a old testemet. Igen, látom. Úgyhogy, ja, nem baj, elég sokat kinyitottunk, elég sokat láttunk, és lehet, hogy akkor következő részben viszont nem tudom, valami bossnak kéne, valami hármas bossnak neki menni, miután megszereztük a palladiumokat, stb. Harmados érceket. Én lehet, hogy befejezem még a háznak a bepakolását, meg ilyeneket része között, de ja, igazából köszönjük szépen, hogy velünk tartod azok emberek. Jaja, köszönjük szépen, skatok. Úgyhogy ott találkozunk. Már 2 órája toljuk, úgyhogy tényleg el is köszönünk, és akkor majd találkozunk. Sziasztok, jó éjszakát! Sziasztok, hello!